Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Ma reggel is mentünk sétálni. Otthon megbeszéltük. A fiúk a gazdával. A kisasszony gazdanyúval mehet sétálni. Együtt sajnos nem mehetünk még, mert ugye Lilinek fáj a lába. Nagyon szomorú volt, amikor itthon hagytuk, de biztosak lehettek benne. A gazdi anyu őt is elvitte sétálni. Mi pedig indultunk szokásos sétánkra, ki a Görögdombra. Bence megtalálta szokásos tiszafáját. Jó párszor átbújt alatta, imádja ezt az illatot. Ez az ő párfümje. Párszor megmártozott alatta, s indultunk. Gyerünk, menjünk a Görögdombra. Már biztos kint vannak a cimborák, és bizony, amikor megérkeztünk, már láttuk. Rózi a túloldalon, a kerítés mellett, ott belül messze ő sétálgat. Mi pedig, Uzsgyi, gyerünk, kapunál egy kicsit leültünk, megvártuk, míg gazda leveszi rólunk a pórászt, aztán futás befele, gyerünk, menjünk játszani. És bizony-bizony mentünk, és volt játék bőven. Nem voltunk ugyan túl sokan, de az a pár kutya, az mind jó barát, az mind szívesen játszik egymással. Arthur Rózit találta meg magának. Tudjátok, Arthur ivartalanított, de Rózi egy igazi hölgy. Egy valódi pireneusi juhászhölgy. Még ivaros is ráadásul. Ugyancsak 8 hónapos, de azért még ő is egy igazi lány. Tehát Arthur és Rózi egymást gimakolták, Bence pedig hátulról segítkezett Arthurnak, nehogy egyedül érezze magát. Jókora buli kerekedett. Mindenki mindenkivel futkározott, mindenki mindenkit kergetett, olyan igazi kutyabuli volt. Jó volt az idő, ugyan nem sütött ma a nap, de nem volt se túl meleg, se túl hideg, tehát ez olyan igazi kutyabulis nap. Aztán Maja a keverékkutyus próbált meg Bencébe egy kis játékot csalni. Nem nagy sikerrel, de azért csak-csak próbálkozott. Arthur és Rózi nagyon egymásra találtak. Még fekve is egymást nyúzták. Tépték, nyúzták, hol puszítattak, hol pacsit, de nagyon jól érezték így magukat. Igazi nagy barátok. Thank you.
és akkor érdemes odafigyelni Bencére. Ime, itt van ő, Rózival, szépen párban, olyan igazi, olyan csodálatos. Na aztán vége lett a bulinak. Irány haza. Fölkerültek a pórázok, s indultunk. Várt bennünket Lili odahaza. Nem azt mondom, hogy túl gyorsan mentünk, mert ez nem lenne igaz. Csak olyan bandukolósan, komótosan. Hazafelé már póráz nélkül. És itt van ő. Hát itt a Lili. Gyere, Artur, gyere! Vár már a Lili, ő is hazaért. És mi is hazaértünk, bementünk, és elmeséltük, mit is csináltunk kint a téren. Ő is mesélt nekünk a sétájáról, gazdanyúval szépen lassan sétáltak, de idehaza már meg se látszik rajta, ő olyan ugribugri. Hát ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik!